Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 9 gólos győzelmet arattak a Fehérvár ellen a kisvárdai női kézisek. 2 pontos vereséget szenvedtek Szigetszentmiklóson a kékcápák. A 18 méter elérését tűzte ki célként az idei évre a súlylökő Tóth Balázs. 10 kategóriában díjazták a legjobbakat a focisták keddi rendezvényén. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Idén először nyertek a Szuperligában az NTK tekézői. 9 gólos győzelmet aratott az Albafehérvár ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB egy 18. fordulójában 29-20-ra verte ellenfelét. Az első fél időben a 8 lőtt gólunk az abszolút tükrözi azt a játékot, azt a lassúságot, azt a körülményességet, ami jellemző volt ránk az egész mérkőzésen. Az első fél időben úgy éreztem, hogy a védekezésünk, és hát Kitty nem véletlenül van itt, nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény nyújtott, és ezt sajnos nem tudtuk gólokra váltani. Azok a húzó embereim, akire nyilván nagyon-nagyon készült a kisvárda, mondhatom azt, hogy leanulálták, Valf és Mercedes, ők Lodin mennétől jóval-jóval többet vár az ember. Még akkor is, hogyha mellettük rettentő sok fiatal és tapasztalatlan játékos játszik. Úgyhogy rettentő sokat tudtunk készülni, 2 hetünk volt arra, hogy a kisvárdára felkészüljünk, én azt gondolom, nagyon jó, fel is készültünk, hát sajnos az eredmény az nem valósult meg ennek megfelelően. Nagyon sajnálom, mert hát nyilván a játékosaim is tudták, hogy ennek milyen tétje van, úgyhogy most sajnos vesztesként hagyjuk el Kisvárdát. Boldog vagyok és örülök a győzelemnek. Tudtuk, hogy mekkora súlya van ennek a győzelemnek, illetve tudtuk, hogy nehéz állapotban vagyunk a Veszna kiválásával, beálló pozícióban, illetve védelemben is nagyon fontos játékosunk esett ki. A Dombiluca is nagyon komoly sérüléssel küszködik, nem is edzett a tegnap se, tegnap előtt se, illetve nagyon sok időt kihagyott az elmúlt 2 hétben, sérülten vállalta a játékot, látszott is a második fél időben már nagyon húzta a lábát, úgyhogy nagyon izgultam, hogyha mondhatom ezt, hogy milyen megoldás, illetve mit tudunk választani, hogyha beálló pozícióban máshoz kell nyúlnunk, illetve azon a belső pozícióimban is nagyon kevés a bevethető játékos. Viszont ma bebizonyosodott, hogy elég az, ami van, mindenki hozzátette a kiemelkedő produkciót. Azt gondolom a 20 kapott góllal egyértelmű, hogy a védelem és a kapus teljesítmény extra volt. Nagyon-nagyon nagy magabiztosságot és komoly stabilitást adott nekünk a második fél időre ez a komoly hátsó alakzat, és büszkék lehetünk a lányokra, illetve büszke vagyok nagyon a lányokra, hiszen megmutatták, hogy mennyire egységesek tudnak lenni ebben a nehéz és kimerítő időszakban, amikor azért harcolunk, hogy benn maradjunk az első osztályba, és azok a mérkőzéseink következnek, ahol tudtuk, hogy esélyünk van, hogyha kiemelkedőt nyújtunk, de csak akkor, hogyha extrát nyújtottuk, és ez ma jött, hál' Istennek. Csapatként is és egyénileg is nagyon jó teljesítményeket láttam. Köszönjük a szurkolóknak is a biztatást. Hatalmas extázisban játszott a csapat, nagyon ott voltunk, küzdöttünk egymásért. Úgy gondolom, hogy minden labdára ugrottunk, és fejben is ott voltunk a pályán. Kapus teljesítményünk is jó volt, a védekezésünk kiemelkedő volt. Úgy gondolom, hogy hatalmas önbizalmat adott most nekünk ez a győzelem, és köszönjük a szurkolást. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 38 ponttal, megelőzve a 2 meccsel kevesebbet játszó 31 pontos Siófokot. A 13 ponttal 10. Kisvárda szombaton az 5. helyezett Vác otthonában lép pályára. 2 pontos vereséget szenvedett Szigetszentmiklóson a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 80-78-ra kaptak ki a BKG prímesétől. Mindenképpen meglepő, főleg annak tükrében, hogy az egész találkozón mi vezettünk, és az utolsó néhány percet veszítettük el, ahol ráadásul megvoltak a lehetőségeink, hiszen büntetőket és kidolgozott dobóhelyzeteket kellett volna értékesíteni, ezt nem tettük meg. Már a szünetben fölhívtuk a játékosok figyelmét arra, hogy nem jó, ha ilyen szorosan és közel hagyjuk az ellenfelet magunkhoz, mert ez visszaüthet, és ez így is történt sajnos. Van még 3 forduló az alapszakaszból, aztán jönnek a rájátszás meccsei. Milyen hatása lehet egy ilyen mérkőzésnek?
mondhatnám, hogy lehet egy ébresztő hatása egy ilyennek, de az esti edzésen megpróbálok valami mást is tenni azért, hogy fölébredjen a csapat. Nagyon örülnék neki, hogyha mindenki tudatosítaná önmagában, hogy mire készülünk, és hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ott tudjunk lenni, a céljainkat elérni. Tehát 3 mérkőzés van az alapszakaszból még, ezt mind a 3-at meg kell nyerni. El is fogom mondani a srácoknak, hogy igazából elégedett csak akkor leszek, hogyha mind a 3 találkozó megvan. A Mazd is vereséget szenvedett ebben a fordulóban, mennyire bosszantó az, hogy lehetett volna egy győzelem, egy kicsi lélektani előnyünk? Lélektani előny lett volna igazából, mert összességében így is úgy is nekünk ott győznünk kell az alapszakaszban, hogyha az elsőséget akarjuk, de mindenképpen jó lett volna azért a tabella első helyéről indulni, nagyon bosszantó, és még egyszer mondom, igazából nem ez a legfájóbb, hanem az, ahogyan kikaptunk, és akitől kikaptunk. Szerintem a BKG-t nem akarom lebecsülni, és nem akarom megbántani, ezt a csapatot nekünk mindig meg kell verni. Hétvégén újabb hazai meccs érkezik a Budafok, egy olyan csapat, amelynek szintén volt néhány váratlan győzelme ebben a szezonban. Hogy kell kifutni ellenük? Nem csak váratlan győzelme volt, hanem hosszú időszakon keresztül is tudtak, vagy tudnak jó teljesítményt nyújtani, hiszen ott vannak a tabella 3. helyén, és éppen ezért nem is kell mást mondanom. A 3. helyzet csapat érkezik hozzánk, nagyon komolyan és felkészülten kell kiállnunk, és nem szabad megengednünk, hogy bármilyen hiba csúszson a gépezetbe. Örülök annak, hogy szombaton lesz ez a mérkőzés, ami egy ideális időpont, és remélem, hogy azért sokan ki fognak látogatni és segítenek minket majd. A beszélgetés óta kiderült, hogy a koronavírus miatt bevezetett korlátozások zárkapussá teszik a mérkőzést. A Kölcsey Televízió nézői vasárnap 21 órától láthatják majd a találkozót. Atlétikával folytatjuk, a 21 méter elérését tűzte ki célként az idei esztendőre Tóth Balázs. A nyíregyházi súlylökő a fedettpályás országos bajnokságon a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Meglepetésnek nem mondanám, hiszen azért nagyjából ismerik az ellenfeleket. Meglepetés talán, hogy 20 éves korában felnőtt bajnokságot nyer, az igen, de titokban azért számítottunk erre. Mióta foglalkozol Balázzsal, és honnan jutott el eddig? Körülbelül már 5 éve Harcsa Norbert ajánlotta, illetve ő kezdett el atlétizálni, és akkor úgy került ide hozzám, és azóta dolgozunk együtt. Milyen potenciál van Balázsban? Balázs egy olyan alkotó versenyző, ami bármit elérhet, hiszen alkatilag ehhez a technikához, amit mi most tanulunk, illetve alkalmazunk, ez tökéletes a testalkata. Nagyon jó versenyző típus, izomzata is, idő kell még, időkérdés, és szerintem sokra viheti. Mi az, amire leginkább oda kell figyelni? Gondolok itt a terhelés adagolására, arra, hogy esetleg a gyorsan jött eredmények miatt egy picit elszáll egy fiatal emberre, vagy elszálladaló, mert ilyen is előfordulhat. Igazából, amire oda kell figyelnünk, az a testalkata, hiszen azért ő nem egy pehelykönnyű versenyző, és a terhelés nagyon ennek megfelelően kell alkalmazni. Tehát ilyesmire gondolok, hogy nagyon hogy megerőltessük, hiszen azért 140 kilót szögdelni, illetve olyan gyakorlatokat végezni, azért az megterhelő. Felnőtt korba léped Balázs, de 23-as utánpótlás korosztályban is szerepelhet még, idén viszont felnőtt világversenyekre alig ha van esélye kijutni. Mi lehet a cél? Így van, hiszen az a legközelebbi nemzetközi verseny, ami lesz neki, az jövőre lesz az Európa-bajnokság. Az idén a métert tűztük ki célul, bocsánat, az 18 méter. Sportbarátok, atlétik, a szerezők tavaly már találkozhattak a neveddel, de talán most került egy igazán reflektorfénybe, mikor megnyerted a fedettpályás országos bajnokságot. Hol és mikor kezdtél el atlétizálni? 2014-ben kezdtem el atlétizálni a Móri Zsigmond általános iskolából. Indítottak egy súlylökő csapatot, és akkor kezdtem el ezt a súlylökést, és ma rajtam magad, azóta itt vagyok. Minden sportágnak, minden számnak megvan a szépsége, mi a szép a súlylökésben? Igazából egy erősport, egyben egy technikai sport is, ami munkát beletesz az ember, az valószínűleg ki is fog jönni, és ugyebár egyéni sportág, csak magamra számíthatok. Mikor derült ki, hogy érdemes komolyabban foglalkozni a súlylökéssel? Igazából megérzés volt elsőre, hogy nagyon szerettem, és igazából nem érdekelt, hogy jól megy-e vagy nem, vagy sikeres leszek-e vagy sem. Igazából tavaly volt ilyen nagyobb áttörés ugye az eredmények miatt, és akkor úgy felcsillant a
szemem van a remény, hogy mégiscsak lehet ebből valami. Meg ez olyan speciális volt az első válogatottságod, hiszen rögtön a junior Európa-bajnokságon debütáltál. Miért kellett eddig várni? Nehézek voltak a versenyek eddig, és később is kezdtem a többi versenytársamnál. Nagyobb előnyük volt, ugye, alacsonyabb is voltam sokkal, és alapból én a forgásos technikát használom, ami viszonylag nehezebb, labilisabb, és ez később érik. Most milyen reményekkel, milyen célra utaztál az országos bajnokságra? Az volt a cél, hogy legalább a dobogóra felálljak, ugyanis az edzőtáborokban már dobtam 17 méter körül, úgy nagyjából be lehetett lőni, hogy ezzel úgy fel lehet állni a dobogóra. Ugye a legjobb az lett, és hát az volt, hogy felállhattam a felső fokára, és számítottunk is rá, hogy azért van rá esély. A szabadtéri szezon még csak most kezdődik, gyakorlatilag az alapozásnál tartotok. Mi a cél erre az esztendőre? Mindenképpen szeretnék a nyári országos bajnokságon is legalább így teljesíteni, legalább a dobogóra, legalább egy ilyen eredménnyel, de mindenképpen szeretnék idén 18 métert lökni. Fiatal vagy, súlylökőként pedig főleg, akár 16-18-20 éved is lehet még ebben a sportágban, távlatilag hová szeretnél eljutni? Később azért szeretnék több világversenyre kijutni, esetleg olimpiára is, az egy hatalmas álom válna valóra, arra tervezek. Beszéljünk egy picit a civil énedről, mivel foglalkozol? Tanuló vagyok a Vásárhelyi Pál szakgimnáziumban, magas építész tagozaton technikusi éven vagyok. 5. alkalommal rendezték meg az idén az MLS megyei igazgatóság által szervezett díjátadó ünnepséget, amelyen 10 kategóriában vehettek át elismerést a labdarúgásban labdarúgásért dolgozók. Én azt hiszem, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért nagyon sokan nézik, várják, hogy kik lesznek az idei díjazottak. Nagyon olvasottak mindig az erről szóló hírek, cikkek, és az tapasztalatok tényleg azt mutatják, hogy azért általában sikerül jól beleválasztani, hiszen valóban olyan játékosokat, olyan edzőket, olyan csapatokat sikerül kiemelni, aki a többi csapatnak, edzőnek, labdarúgónak is a szimpátiáját elnyerte teljesítményével. Azt hiszem, ez idén sincs másképp, bár gyorsan hozzáteszem, hogy azért nagyon sok kategóriában, nem is azt mondom, hogy heves, de azért igen nagy viták voltak, hiszen több jelölt is akadt. Szerencsére ki kell emelnem, hiszen ez azt jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azért igencsak sok értékkel dolgozik a labdarúgás terén. Nem csak sok csapatunk, sok labdarúgunk van, sok edzőnk, hanem sok jó csapatunk, jó labdarúgunk és jó edzőnk. Gratulálunk, te lettél 2019-es évben a megyében az év labdarúgója. Milyen esztendőre tekintesz vissza? Nagyon hosszú szezon volt minden téren, kispályán, nagypályán. Volt egy kisebb sérülés is, de hál' Istennek abból hamar fel tudtam épülni. Jött egy megkeresés kispályán, amit örömmel fogadtam, beívtak az amatőr magyar labdarúgó válogatottból, sikeresen szerepeltünk, ugyanígy nagy halásszal is, nagypályán. Mindent megtettünk azért, hogy bajnokságot nyerjünk. Ugye az utolsó fordulóban szerintem egyedi eset volt ez, hogy 4 csapatnak is azonos pontszáma volt, hogy ki lesz a befutó a legvégén. Ugye mi az Ibránnyal játszottunk, a Nyír Gyulaj az Ecset, de hát sajnos mi, ha nyertünk volna azon a meccsen, akkor ugye úgy lettünk volna bajnokok, hogy hazai pályán Ibrányt megverve nagyon sok néző előtt, de sajnos ez nem sikerült, így Ecset lett a bajnok. Nem csatár vagy középpályásként szerepelsz, ettől függetlenül nagyon gólerős, hogy minek köszönhető? Igazság szerint annak köszönhető, hogy tavaly váltottunk egy másik rendszerbe, egy másik felállásban, és többet tudok odaérni a második hullámba. Szerintem ennek köszönhető. Most hogyan szerepel a csapat, mi a cél ebben a bajnokságban? Ebben a bajnokságban is ugyanaz a cél, mint tavaly, hogy ott legyünk a dobogó bármelyik fokán. Most jelen pillanatban nem tudom, hogy most ez meglepetés, vagy nem, vezetjük a bajnokságot egy ponttal, de azért ott van a Nyír Gyulaj, most jönnek majd még a nehezebb meccsek. Az elvárás az a dobogó. Ezen a rendezvényen az elmúlt év legjobbjait díjazták, de a megye labdarúgásai díjnál elhangzott, hogy több esztendő tevékenységét ismerték el. Honnan, hová jutott el Tarpán ez a munka, amit elkezdhetek az utánpótlás nevelésben? Azt gondolom, a nulláról igazából most már 176 gyereknél járunk, aki mind az utánpótlásban dolgozik, és utánpótlás korosztályban tudtuk őket igazolni és versenyeztetni. De én azt gondolom, hogy ez a díj ez nem feltétlenül nekünk vagy a mának szól, hanem mindazoknak, aki ezelőtt ebben a 8 évben tisztességesen dolgozott.
célzott, teszi a dolgát, hozzáteszi azt a szakmai értéket, azt az anyagi értéket, amivel ezt meg tudjuk valósítani, és én azt gondolom, ez egy igazi település program, tehát nem feltétlenül csak egy sportprogramról szól, úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy mindenki nevében köszönettel és hálával tartozunk ezért a díjért. Adhatok már labdarúgót NB1-nek, NB2-nek, gondolom minden ilyen játékos karrier büszkeséget tölti el az ott dolgozó edzőket. Természetesen ez ad motivációt, tehát azért ha valamit az ember megálmodik és sikerre akar vinni, akkor nyilván azok a célok lebegnek előtte, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek az ifjúságok hogyan tudunk a jövőben példát mutatni, hogy tudnak eljutni ahhoz, amiért igazából mindenki dolgozik a labdarúgásban, hogy hogyan lehet első osztályú labdarúgó, másodosztályú labdarúgó, hogy tudja kiaknázni ebből a legnagyobb értéket. Igazából a mi szempontunkból nekünk a sport csak egy eszköz, tehát egy nevelési szándék, egy nevelési eszköz a kezünkbe. És nyilván ezzel a lehetőséggel kell élni majd ezeknek a gyerekeknek, akik minket választanak. Ez az elismerés a múltnak, meg talán a jelennek szólt, milyen lehet a jövő? Azt gondolom, hogy nem szabad feladnunk, hiszen egy olyan jövőképünk van, hogy a magyar kormány által ugye most egy 395 millió forintos beruházás fog elkészülni ebbe az évbe a településen, ami egy fedett csarnokkal jár, egy fűtetlen fedett csarnokkal, egy újabb füves pályával, világítással. Ezek mindenképpen arra sarkallanak bennünket, hogy ez az út jó, ez az út követendő, és ebben fogunk dolgozni a jövőben is, és ez a 8 év egy olyan alapot ad, egy olyan biztatást, hogy nem szabad abba hagynunk, és támogatnunk kell ezt az utat. Az év edzőjének, az újfehértói Piskóti Zsoltot, az év utánpótlás edzőjének, a szintén újfehértói Dankó Zsoltot, az év utánpótlás játékosának, a Máté Szalkai Szilágyi Patrikot választották. Az év csapata a Nyír Gyulaj, az év utánpótlás csapata a Tiszta Berek U19-es együttese, az év női egyesülete a Nyíregyháza Spartakusz lett. Az év játékvezetője díjat Kosztyú János, az év aktiválja elismerés pedig Hodzik László kapta. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr NBA zöld csoportjában 68-60-ra verte a DVTK U23-as csapatát. Amikor a legutóbbi meccsről beszélgettünk, azt mondtad, hogy a Diógyőr U23-as csapat a junior döntőre egy motivált csapat lesz, aztán meglátjuk, lesz, ami lesz, a győzelme lett belőle, milyen meccsen. Igen, csak egy ilyen kemény kielezett mérkőzésen, bár nem teljesen azzal a csapattal jött le, akire mi számítottunk, mert hogy elhozták a Frintigit is, tehát ugye alapvetően már nem juniorkorú játékos, az utóbbi mérkőzéseken nem is játszott, ebből látszik, hogy készültek ellenünk, és mindenféleképpen győzni szerettek volna. Hát olyan az első perctől kezdve egy ilyen igazi kis harakiri, kemény ütközések, egy halom elzárás, tehát a Diósgyőr egyébként is nagyon sok elzárással játszik, tehát elzárás az elzárás hátán. Azzal kezdtünk, itt az Orsi már itt a három pontosnál három ütközésből indult tovább. Tehát innentől kezdve azért az alaphangot ez megadta, tehát nem igazán voltak meg azok a fújások semmilyen téren, amire mind a két edző esetleg számított, mert mi legalább annyira séremeztük ezt, mint az ellenfél. Az igazság, hogy másra számítottam én személy szerint a Diósgyőrtől, tehát ők beálltak egy ilyen statikus 2-3 zónából, és abból is igazából a mérkőzés végéig nem igazán jöttek ki, egy-két-három alkalommal próbáltak egész pályán letámadni. Ugye ez nem járt nekik eredménnyel, ezek után továbbra is bemaradtak a zónában. Na most mi ezt jól oldottuk meg, tehát ugye megvoltak a kinti dobásaink, és palánk alatt ugyanúgy ilyen helyzetbe tudtunk kerülni. Ebből következett az, hogy rendre ponttal tudtuk befejezni a támadásainkat. Ők viszont az emberfogás után tartott, egy kicsikét megrekedtünk, amikor embert fogtunk. Amikor egy 3-2 zónára váltottunk, azzal viszont egészen jól meg tudtuk fogni ezt a Diósgyőrnek a támadó játékát, és ennek kezdve mindig volt egy-két ember, aki túlendítette a csapatot a nehézségeken, bár hozzáteszem, hogy igencsak negatív erőjelekkel indultunk neki ennek a mérkőzésnek, mert hogy Takács Ondor Nagykanizsán eltölte a lóját, tehát ő nem tud játszani körülbelül még 3 hétig, és a Kovács Orsi pont aznap dél körül írt, hogy ő belázasodott, nem tud jönni a mérkőzésre, tehát ugye itt már azt tudtuk, hogy most akkor akár kadettet, vagy bárki tudunk mozgósítani, így kőkemény 8 emberrel vágtunk neki ennek a mérkőzésnek, ugye 2 ott ült a kispadon, de hát őket nem lehetett pályára küldeni, tehát függet úgy látszik, hogy ez a kisebb létszám, ez olyan csapattá formálta a lányokat, és úgy tudtak egymásért küzdeni, amit én megmondom őszintén, hogy régen nem láttam. Tehát így olyan boldog voltam, mint már régen nem volt. Ehhez szerencsém, hogy ilyen küzdelő tudó csapatot lássak a pályán, ilyen összeszedett, koncentrált játékot. Tehát ez olyan felemelő érzés volt, hogy ezt öröm elmondani.
A felnőtt csapat a hónap végén játszik legközelebb bajnoki meccsre, gondolom azért a fiatalabbak nem maradnak meccsek nélkül. Ezt a hetet próbáltuk egyébként úgy alakítani, hogy ezen a héten ne legyen mérkőzésünk. Ugye itt egy Szolnok mérkőzés lett volna ezen a héten, de a junior miatt el kellett halasztanunk ezt a mérkőzést. Jövő héten ugye van a junioroknak regionális bajnokok döntője, ahol végülis a juniorok közül, az NB1-es csapatból részt vesznek 6-an, és ez, hogy hozzáteszünk még másik 4 kadettet, ők így fognak ezen a régiós bajnokok döntőn szerepelni. Reméljük, hogy jó eredménnyel fogunk itt szerepelni majd. Hol lesz a döntő, és kik lesznek az ellenfelek? Az igazság, ezt nem tudjuk, mert hogy holnap napig van pályázati határidő. Mi is bepályáztuk ennek a rendezését, és úgy tudom, hogy még Baja pályázta be. Na most a Baja az részvevője ennek. A Monor és a Szász Halombatta még, aki ezen a tornán részt fog venni. Megszerezte idei első győzelmét a Szuperligában a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK 5-3-ra verte a Kazincz Balcikát, és ezzel elkerült a kieső helyről a tabellán. Nagyon készültünk a Kazincz Balcika ellen, ugyanis a nagy csapatokat letudva ez volt a egyik kulcsfontosságú mérkőzésünk itt a tavaszi fordulók során, és mindenképpen győzelemre kellett játszanunk, mert hogyha a Balcika győz, akkor esetleg ők nekik van szanszuk a bemaradásra, így pedig nekünk maradtak reményeink, olyannyira, hogy már a 8. helyen posztolunk a tabellán, nagyon sűrű a mezőny. Rögtön az első körben nagyon fontos volt, hogy a Strier Tamás az 586 fájával maga biztosan megszerezte a csapatpontot, míg mellett a Szilágyi Sanyi is jól tartotta magát a ifjúsági válogatott Balcika játékos ellen. Néhány fával vezettünk, és a középső sorban is nemhogy távolodtunk volna, hanem még az ellenfél fordította meg a párharcot. Akkor egy fával csupán, de mégis az ellenfél vezetett. Nekem sikerült egy 595 fával, egy jó játékkal megszerezni a csapatpontot, míg mellettem a Szojka Mikinek, illetve a Mogyorósi Péter bement cserébe, nekik nem sikerült, de végig egy kielezett párharcot vívtunk oda-vissza alapon. A zárósorban már úgy fordultunk, hogy a Kastura Zsoltnak, illetve a Fehér Bélának kellett legalább egy csapatpontot megszerezni, és a csapatfát kellett visszahozni, de az egy fa az majdnem olyan, mint a semmi nem lenne. Végletekig kielezett párharc volt az is. A Fehér Bélának mondhatjuk, hogy sérülten is egész jól ment a játék. Az 562 fája ugyan nem jelentett csapatpontot, néhány fával elcsúszott a csapatpontszerzés, a Kastura Zsoltnak főleg az utolsó pályán nyújtott fantasztikus teljesítménye, fantasztikus 9-esé a legjobbkor jöttek, és azt jelentette, hogy már a vége előtt 3-4 dobással látni lehetett, hogy az ellenfelet sikerül bedarálniuk, és ez okozta azt, hogy végre valahára több mint 20 fával, de itthon tudtuk tartani az 5-3 arányban a 2 pontot, és számunkra ez volt a legfontosabb. Többet jelent ez a győzelem, mint egy sima siker? Mindenképpen nagyon sokat jelent, ugyanis ez egy keleti rangadó is volt egyúttal, és már tényleg annyira gödörbe volt a csapat, és annyira kellett a győzelem, hogy bízunk benne, hogy a hátralévő nagyon fontos mérkőzésekre, amelyek azt lehet mondani, hogy sokszor 3 esélyesek lesznek, ezekre mindenképpen egy plusz doppingot adott majd, és bízunk benne, hogy a következő idegenbeli mérkőzésre át tudjuk menteni ezt a jó formánkat. Ki a következő ellenfél? A mostani hétvégén Ajkára látogatunk. Ajka nagyon nehéz pályával rendelkezik, bár legutóbbi ott tartózkodásunk alkalmával diadalmaskodni tudtunk, előtte döntetlen tudtunk elérni, úgyhogy mindenképpen bizakodóak vagyunk, hogy ponttal vagy pontokkal térhetünk haza. Az Ajka is a kiesés ellen küzd, végető szüksége van a 2 pontra mindig, úgyhogy nem fogja könnyen adni a bőrét. Hát nagyon bízom benne, hogy sikerre hagyjuk el ismét az Ajkai Katlant. Az NVSC győzelmével végződött a két nyíregyházi együttes találkozója a SAK NB2 Balca csoportjában. A Megyeháza dísztermében megrendezett mérkőzésen a listavezető 9,5-2,5-re legyőzte a Nyíregyházi Egyetem csapatát. Rendkívül izgalmasan alakult, az egyetemisták is igyekeztek a legerősebb összeállításukban kiállni. Két inaktív mesterüket természetesen nem tudták beállítani, az NVSC pedig két fidemesterét nélkülözte bizonyos okok miatt. Az eredmény, én azt hiszem, hogy papírformaszerűnek is minősíthető, minden esetre azért fordulatos mérkőzés volt, mert volt, ahol az NVSC szerencsésen nyert pontot, nyert partit, és az NVSC mindkét elvesztett partiját nyert állásból tudta elveszteni. De hát ez teljesen természetes, hiszen a mesterek is tudnak hibázni,
esni, akkor, amikor nagyon magas hőfokú a küzdelem. Igen sportszerű volt a mérkőzés, tehát sakbaráti hangulatban zajlott a küzdelem, de a táblákon ott azért nagyon-nagyon parázs volt a hangulat. Egymásnak estek a játékosok, és teljesen természetes, hogy egy jó 5 órás csapatbajnoki forduló alatt néhány parti megfordul, hiszen csak a gépnek nincsenek idegei, az embernek vannak. Hogyan néz ki a csoport tabellája? Örömmel mondhatom, hogy az NVSC megőrizte a vezető helyét, tehát úgy néz ki, hogy bajnokok leszünk az MB2 küzdelmeiben. A Nyíregyháza Egyetem ezzel a vereséggel lecsúszott a kiváló, csodálatos negyedik helyről a még mindig igen szép és értékes hatodik helyre, a Tiszavasvári pedig a tabella vége felé van, 11. helyen áll az MB2-ben. Ki ellenülnek még asztalhoz az NVSC sarkozói? Meg kell még mérkőznünk Tiszavasvárival, papírformaszerű győzelmet ígér ez a mérkőzés március 22-én az NVSC-nek. Az utolsó fordulóban pedig egy igazán erős csapattal fogunk játszani, Hajdúböszörménnyel. Ennek a Hajdú megyei kisebb városnak igen erős sakcsapata van. Minden évben érmesek az MB2 küzdelmeiben. Van külföldi játékosuk is, egy mexikói nemzetközi mester, és igen sok erős hazai Hajdú megyei játékosuk. Én bízok benne, hogy ezt az akadályt is sikerrel fogja venni az NVSC, és a végén az aranyéremért történő versenyfutásban mi fogjuk átütni először a célszalagot. Ha így lesz, szükség lesz-e a magasabb osztályban erősítése, és egyáltalán ilyen sakban hogy működik ez? Amikor a nemzeti csapatbajnokság szezonja bezárul, általában akkor április végétől szeptember elejéig szokott tartani az átigazolási szezon. Önmagában véve az átigazolás egy lehetőség, arra feltétlenül nincsen szükség. Tekintetbe kell azonban venni, hogy minden évben, minden csapatban van egy bizonyos mozgás, szóba kerülhet bizonyos fokú erősítés. Az NVSC-nek a jelenlegi csapata, nem csak én mondom, hanem sokan mások is, egy komplet MB1B-s csapat, tehát igen erős csapat vagyunk. Azonban, hogyha történne esetleg eligazolás tőlünk, vagy arra lehetőségünk volna, hogy megfelelő feltételekkel erős mestereket, nemzetközi mestereket tudjunk igazolni, akkor erre sor kerülhet, de ezt nem szeretném előre elkiabálni. Ötleteink vannak, gondolataink, terveink vannak, a nyáron az majd megvalósul. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!